22. fejezet Elszámolás Jóval sötétedés után értünk dunsbury -be. Ez egy méretesebb postakocsi állomás volt, szerencsére fogadóval. Dugöl fájdalmasan pislogott, amikor kifizette a fogadóst. Sok ezüst bekerült a hallgatása, a jelenlétünket illetően. De az ezüst bőséges vacsorát is biztosított számunkra, rengeteg sörrel, ennek ellenére komor hangulatban telt az étkezés, és legnagyobb részt csendben ettünk. A tönkretett ruhámban, illendően eltakarva Jamie ingével, egyértelműen kegyvesztett voltam. Jamie kívül mindenki úgy viselkedett, mintha ott se lennék, és még Jamie sem tett többet, mint hogy időről időre vet nekem egy kis húst vagy kenyeret. Megkönnyebbülés volt felvonulni a szobánkba, bármilyen kicsi és zsúfolt lyukat is kaptunk, Sóhajtva döltem le az ágyra, az ágynemű állapotára, oda sem figyelve. Alszom, hosszú napunk volt. Igen, az. Jamie meglazította a gallériát és a manzsettáját, és levette az övét, de nem vetkőzött tovább. Előhúzta a kardja szíját, és kettőbe hajlította, elgondolkozva feszítgetve a bőrt. Gyere, feküdj le, Jamie! Mire vársz? Jimmy odalépett az ágy mellé, és finoman suhintott egyet-egyet az övvel. Nos, leány, attól tartok, van még egy kis elintézni valunk, mielőtt aludni térünk ma éjszaka. Hirtelen baljós előérzetem támadt. És mi az? Jamie nem válaszolt azonnal, Szándékosan nem ölt le mellém az ágyra, hanem odahúzott egy széket, és arra telepedett le velem szemben. Az eszedbe jutott Claire, szólalt meg csendesen, hogy ma délután majdnem mindannyiunkat megöltek. Én restelkedve a kiltre sütöttem a szemem. Igen, tudom, az én hibám, sajnálom. Ó, szóval tudod, Mondta Jamie. És azt is tudod, hogy ha egy férfi csinált volna ilyesmit, sodort volna mindannyiunkat veszélybe, akkor valószínűleg levágják a fülét, vagy megkorbácsolják, ha nem megölik. Ettől elsápadtam. Nem, nem tudtam. Nos, tisztában vagyok vele, hogy nem ismered a szokásainkat, és ez valahol mentség. De mondtam neked, hogy maradj ott, és ha azt tetted volna, ez nem történik meg. Most az angolok igen földön minket fognak keresni. Ettől fogva napközben bujkálnunk kell, és csak éjszaka mehetünk tovább. Elhallgatott egy pillanatra. Ami pedig rendőrkapitányt illeti. Hát, az egy másik dolog. Úgy érted, hogy téged külön keresni fog most, hogy már tudja, hogy itt vagy? Jamie szórakozottan bólintott a tüzet bámulva. Igen, ő ezt személyes ügynek tekinti, érted? Annyira sajnálom, Jamie feleltem Jamie csak legyintett. Hát, ha csak nekem lenne bajom belőle, meg sem említettem volna. De ha már itt tartunk, vetett rám egy éles pillantást. Meg kell mondjam, majdnem belehaltam, amikor annak az állatnak a kezét láttam rajtad. Komoran visszanézett a tűzbe, mintha újból átélné a délután eseményeit. Eszembe jutott, hogy mesélhetnék neki rendől nehézségeiről, de attól tartottam többet ártanék vele, mint használnék. Nagyon szerettem volna átölelni jamie és könyörögve kérni, hogy bocsásson meg, de nem mertem hozzáérni. Egy hosszú, néma pillanat után Jamie felsóhajtott, és a szíja könnyedén a combját csapkodva felállt. Hát akkor, mondta, jobb, ha túlesünk rajta. Komoly kárt okoztál, amikor ellenszegültél az utasításaimnak, és ezért meg foglak büntetni, Claire. Emlékszel még, mit mondtam, amikor ott hagytalak ma reggel? Persze, hogy emlékeztem, és gyorsan az ágy túlsó végébe ugrottam, hátamat a falnak vetve. Hogy érted? Pontosan tudod, hogy értem szögezte le Jamie. Térdelj le az ágy mellé, és emeld meg a szoknyádat, leány. Eszem ágában sincs. Két kézzel belekapaszkodtam az ágytámlába, és még jobban a sarokba húzódtam. Jamie pár pillanatig összehúzott szemekkel figyelt, azt latolgatva, hogy mit tegyen. Felmerült bennem, hogy semmi nem akadályozza meg, hogy azt tegyen velem, amit akar, másfélszer annyit nyomott, mint én. De végül úgy döntött, hogy inkább beszél, mint cselekszik, és óvatosan félretette a szíjat, mielőtt odakúszott mellém az ágyon. Figyelj, Claire, szólalt meg. Már mondtam, hogy sajnálom, tört ki belőlem. És így is van. Soha többé nem teszek ilyet. Nos, pont erről van szó, felelte Jamie lassan. Lehet, hogy mégis. Azért, mert nem érzed a dolgok komolyságát. Szerintem olyan helyről jöttél, ahol minden könnyebb, ott nem élethalál múlik azon, hogy engedelmeskedsz -e a parancsoknak, vagy a saját kezedbe veszed a dolgokat. Legrosszabb esetben kellemetlenséget okozol valakinek, vagy idegesítő vagy. De ott senki nem hal bele az ilyesmibe. Figyeltem, hogyan hajtogatja a kétje barna anyagát, miközben rendbeszedi a gondolatait. Az a kemény igazság, hogy az ilyen helyeken és időben egy apróság is nagyon komoly következményekkel járhat, különösen egy olyan ember esetében, mint én. Látván, hogy könnyekkel küzdködöm, megveregette a vállam. Tudom, hogy nem akartál szándékosan veszélybe sodorni sem engem, sem mást, de ezt rossz szándék nélkül is könnyen megteheted, mint ma is, mert nem hiszel nekem igazán, amikor azt mondom, hogy ez vagy az veszélyes. Hozzászoktál ahhoz, hogy a saját fejeddel gondolkozz, és tudom, vetett rám egy oldal pillantást. Hogy ahhoz is hozzászoktál, hogy nem hagyod, hogy férfiak parancsolgassanak neked. De ezt meg kell tanulnod, minnyájunk érdekében. Rendben, válaszoltam lassan. Értem. Persze, igazad van. Rendben, engedelmeskedem a parancsaidnak, akkor is, ha nem értek velük egyet. Jó. Jimmy ezzel felállt és megfogta a szíjat. És most, szállj le az ágyról, és essünk túl rajta. A szám szétnyílt a felháborodástól. Micsoda! Már mondtam, hogy engedelmeskedni fogok! Jimmy csüggetten sóhajtott, majd visszaült a székre. Egyenesen rám nézett. Nos, ide figyelj! Azt mondod, megértetted, és hiszek neked. De más, amikor az ember a fejével ért meg valamit, és más, amikor tudja a lelkeméjén. Vonakodva bólintottam. Rendben. Most muszáj lesz megbüntetnem téged. Két okból is. Egyszer azért, hogy tényleg tudd. Hirtelen elmosolyodott. Saját tapasztalatból mondom, hogy egy alapos veréstől az ember komolyabban átgondolja a dolgokat szorosabban kezdtem markolni az ágytámlát. Másrészt pedig folytatta a többiek miatt. Észrevetted, milyenek voltak ma este? Igen, annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy örömmel szöktem fel a szobánkba. Van egy olyan dolog, Claire, hogy igazság. Te mindannyiunknak ártottál, és ezért szenvedned kell. Jimmy mély levegőt vett, én vagyok a férjed. Az én dolgom elintézni ezt, és el is fogom. Több szempontból is komoly kifogásaim voltak az indítvány ellen. Bármi is legyen az igazság, és azt el kellett ismernem, hogy Jimmynek nagy részt igaza van. Eléggé szerettem magam ahhoz, hogy mélyen sértsen a gondolat, mi szerint bárki, bármilyen okból megverjen és árulásnak éreztem, hogy a férfi, akit barátomnak, védelmezőmnek és szeretőmnek tekintettem, ilyesmit akar tenni velem. Továbbá az önvédelmi ösztöneim csendben rettegtek a gondolattól, hogy egy olyan férfi kegyelmére bízzam magam, aki úgy hadonászik egy tíz kilós karddal, mintha légy csapó lenne. Nem hagyom, hogy megverj, jelentettem kihatározottan, az ágytámlát markolászva. Ó, nem! Jimmy megemelte homokszín szemöldökét. Nos, leány, nem hinném, hogy túl sok beleszólásod lenne a dologba. A feleségem vagy akár tetszik, akár nem. Ha el akarnám törni a karod, vagy csak kenyéren és vízen tartanálak, vagy napokra bezárnálak egy szekrénybe, és ne gondold, hogy nem érzek rá kísértést, azt is megtehetném, nem csak azt, hogy kipirosítom egy kicsit a feneked. Sikoltozni fogok. Minden bizonyjal. Ha előtte nem is, közben mindenképpen. Szerintem a szomszédos farmon is hallani fognak, erős tüdőd van. Ezzel bajósan rám mosolygott, és odajött értem az ágyon. Némi nehézség árán lefejtette az ujjaimat, és egy erős rántással az ágy szélére húzott. Sípcsontól rúgtam, de nem tettem benne kárt, mert nem volt rajtam cipő. Jamie nyögdécselve arccal felfelé fordított az ágyon, és a karomat kitekerve ott tartott. Komolyan gondolom, Claire, és ha most együtt működsz, akkor egy tucat csapás és vége. És ha nem? kérdeztem reszkető hangon. Jamie megfogta a szíjat, és csúnya, csattanó hangot adva a lábához csapta. Akkor a hátadra térdelek, és addig verlek, amíg el nem fárad a karom, és figyelmeztetlek. Te hamarabb ki fogsz dőlni, mint én. Én leugrottam az ágyról, és ökölbe szorított kézzel felé pördültem. Te barbár! Te! Te szadista! – sziszegtem dühösen. – Ezt élvezetből csinálod. Soha nem bocsájtom meg neked! Jimmy megállt, és a szíjat csavargatta higgadtan válaszolt. Nem tudom, mi az a szadista. És ha én megbocsájtok neked ezért a délutánért, akkor szerintem te is megbocsájtasz nekem, amint ismét le tudsz ülni. Ami pedig az élvezetemet illeti. Megrándult az ajka. Azt mondtam, muszáj megbüntetnem téged. Azt nem mondtam, hogy nem fogom élvezni. Begörbítette az ujját. Gyere ide! Másnap reggel vonakodtam elhagyni a szobánk menedékét, és sokáig vacakoltam. Szalagokat kötözgettem be és ki, vagy a hajamat fésültem. Előző este óta nem szóltam Jamiehez, de ő észrevette, hogy habozok, és bíztatott, hogy menjek levele reggelizni. Nem kell a többiektől félned, Claire. Kicsit harapósak lesznek, de nem komolyan. Fel a fejjel. Megcsípte az állam, én pedig megharaptam a kezét, erősen, de nem mélyen. Ó, rántotta vissza az ujját. Óvatosan, leány, nem tudod, hol járt korábban. <laughs> Ezzel kuncogva otthagyott, és lement reggelizni. Persze, ő jó hangulatban van, gondoltam keserűen. Ha előző bosszút akart állni, hát sikerült neki. Rettenetes éjszaka volt. A vonakodó belenyugváson pontosan az első csapásig tartott. Ezt egy rövid, erőszakos küzdelem követte, amelyből Jimmy egy darab vérző orral, három csinos púppal az arcán és egy mélyen megharapott csuklóval jött ki. Nem túl meglepő módon, én félig kilapulva végeztem, egy térdel a hátamban, és kis hián agyonverve. jamie hogy legyen átkozott a feketes kót lelke, igaza volt. A férfiak visszafogottan köszöngettek csak, de elég barátságosak voltak. Az előző este ellenségessége és megvetése eltűnt. Miközben rántottá tettem oldalt, dugöl lépett mellém, és karolta át atyáskodva a vállam. A szakálla a fülemet csiklandozta, miközben bizalmasan dörmögött nekem. Remélem, Jimmy nem volt túl kemény magával tegnap leány, úgy hangzott, mintha legalábbis gyilkosságról lenne szó. Én forrón elvörösödtem, és elindultam, hogy ne lássa. Jamie gúnyos megjegyzései után úgy döntöttem, végig csukva fogom tartani a számat. De amikor arra került a sor, szerintem még maga a Sphinx sem tudta volna csukva tartani a száját, miközben Jimmy Fraser csapkodja ostorral. Duggold Jamie felé fordult, aki az asztalnál ült, és sajtos kenyeret evett. Figyelj, Jamie, nem kellett volna félig megölnöd a leányt. Egy gyengéd emlékeztető is elég lett volna. Ezzel határozottan a hátcsomra csapott, hogy illusztrálja, én pedig összerándultam. Lesújtó pillantást vetettem rá. Egy vízhojagos fenék, még senkinek sem ártott meg jegyezte meg Mörtág kenyeret rágcsálva. Valóban, vigyorgott Ned. Jöjjön, leányom, foglaljon helyet. Köszönöm, inkább állok. Feleltem önérzetesen, amitől kipukkad belőlük a nevetés. Jamie ügyelt rá, hogy ne nézzen a szemembe, miközben gondosan felvágott egy darab sajtot. Napközben tovább ugrattak, és mindegyik férfi talált valami ürügyet arra, hogy együttérzést imitálva megpaskolja a fenekem de egészében véve elviselhető volt a helyzet, és dúzzogva, de kezdtem belátni, hogy Jimmynek esetleg igaza lehetett, bár még mindig legszívesebben megfojtottam volna. Mivel leülni továbbra sem tudtam, délelőtt apróbb feladatokkal foglaltam el magam, például szegéssel és gombfelvarrással, amit az ablak mellett állva lehet csinálni, a fényre hivatkozva. Az ebéd után, amit állva költöttem el, felvonultunk a szobánkba pihenni. Dugör úgy döntött, hogy megvárjuk a teljes besötétedést, mielőtt elindulunk Bargrennánba, a következő állomásunkra. Jimmy követett a szobánkba, de az arcába csaptam az ajtót. Hadd aludjon megint a földön. Előző éjjel taktikusan felcsatolta az övét, és egyetlen szó nélkül kiment közvetlenül azután, hogy végzett. Egy órával később visszajött, amikor már leoltottam a villanyt és lefeküdtem. De elég esze volt ahhoz, hogy ne próbáljon bebújni mellém az ágyba. Miután besandított a sötétségbe, ahol mozdulatlanul feküdtem, mélyet súhajtott, becsavarta magát a takarójába, és elaludt az ajtó mellett a padlón. Mivel én túl dühös, zaklatott és testileg megviselt voltam az alváshoz, az éjszaka nagy részében ébren heverésztem, és hol azon gondolkoztam, amit Jamie mondott, hol fel akartam állni, hogy megrúgjam valamelyik érzékeny pontján. Ha objektív lettem volna, amihez nem volt hangulatom, akkor talán elismertem volna, hogy nem járt messze az igazságtól, amikor azt mondta, nem veszem elég komolyan a dolgokat. De tévedett, amikor azt hitte, hogy azért, mert ahonnan én jöttem, ott minden könnyebb. Bárhol is legyen az. Szerintem inkább pont az ellenkezője volt igaz. Ez a korszak sok szempontból teljesen hihetetlen volt számomra, olyan, mint egy színdarab, vagy egy jelmezbál. A gépiesített tömegpusztításokhoz képest, amiből jöttem, a kicsi, szabályos küzdelmek, amiket láttam, néhány kardal és muskétával felfegyverzett férfi inkább festőinek tűntek a szememben, mint fenyegetőnek. Nem igazán sikerült megértenem a dolgok súlyát. Egy muskétával megölt ember éppen olyan halott, mint akit lebombáznak. Csak annyi a különbség. Hogy a bomba személytelenül öl meg több tucat embert, míg a muskétát egy valaki süti el, aki látja az áldozat a szemét. Ettől háború helyett gyilkosságá változott a szememben a dolog. Hány férfi kell egy háborúhoz? Talán annyi, hogy ne lássák már egymást igazán? Pedig Dugölnek, Jaminek, Rupertnek és Nednek ez egyértelműen háború volt, vagy legalábbis komoly dolog. Még a kis patkányképű mörtágnak is volt oka az erőszakra, a természetes hajlamain túlmenően is. És milyen okok ezek? Hogy egy valaki legyen a király, ne pedig más valaki? A henóverek és a Stuartok. Számomra ezek csak üres nevek voltak egy táblázaton, az osztályterem falán. Kik voltak ők? Egy olyan elképzelhetetlen gonoszság mellett, mint Hitler rejje. Értettem, hogy azoknak számít a dolog, akik az adott király alatt valói, de a különbségek jelentéktelennek tűntek. Ugyanakkor mikor gondolta az ember jelentéktelennek a jogot, hogy úgy éljen, ahogy akar? A küzdelem, hogy megválaszthassa a saját sorsát, kevesebbet érne, mint egy nagy gonosz megállításának szükségessége. Ingerülten forgolódtam, és óvatosan megdörzsöltem a sajgó hátsómat. Jamie-re pillantottam, aki az ajtó mellett feküdt összegömbölyödve. Egyenletesen, de felszínesen vette a levegőt. Talán ő sem tudott aludni. Reméltem, hogy így van. Eleinte hajlamos voltam melodrámaként felfogni ezt az egész különös szerencsétlenséget. Ilyesmi egyszerűen nem történik meg a való életben. Sok mindenen megdöbbentem, amióta átléptem a sziklák között, de ez a délután volt eddig a legrosszabb. Jack Randall, aki annyira hasonlít, és olyan rettenetesen nem hasonlít Frankre. Az érintése a mellemen hirtelen összeköttetést kovácsolt a régi életem és e között, egy mennydörgéshez hasonló csattanással egyesítve a valóságokat. És ott van Jamie, az arca, ami merev volt a félelemtől, rendőrszobájának ablakában. Eltorzult a dűtől az út mellett, megfeszült a fájdalomtól a sértéseim hallatán. Jamie. Jamie tényleg valóságos, valóságosabb, mint valaha bármi számomra, Franket és 1945-öt is beleértve. Jamie, a gyengéd szerető, és a rettenthetetlen testőr. Talán pont ez volt a baj. Jamie annyira betöltötte az érzékszerveimet, hogy a környezete szinte írelevásnak tűnt. De már nem engedhettem meg magamnak, hogy ne vegyek róla tudomást. A vakmerőségembe majdnem belehalt előző nap, és a gyomrom összeszorult a gondolatra, hogy elveszíthetem. Hirtelen felálltam, azzal a szándékkal, hogy oda megyek hozzá, és az ágyunkba invitálom. De amikor a teljes súlyom ránehezedett a művére, éppen olyan hirtelen meggondoltam magam, és dühösen visszafeküdtem a hasamra. Így töltöttem az éjszakát, dühöngve és filozofálgatva, és reggelre teljesen kimerültem, Végig aludtam a délutánt, és dagadt szemekkel botladoztam levacsorázni, amikor Rupert közvetlenül sötétedés előtt felébresztett. Dugöl kétségkívül a száját húzva a költségek miatt, szerzett nekem egy másik lovat. Egy tagba szakadt, még ha nem is túl elegáns állatot, kedves tekintettel és rövid szétálló sörényel. Azonnal elneveztem bogáncsnak, Addig bele sem gondoltam a hosszú lovaglás hatásaiba. Egy súlyos verés után. Két kedven méregettem bogáncs kemény nyergét, amikor hirtelen rádöbbentem, mi vár rám. Egy vastag takaró termett egyszer csak a nyerekben, és mörták csillogó, fekete szemek a kacsintott rám összeesküvőn a túloldalról. Eltökéltem, hogy legalább méltóság teljes csendben fogok szenvedni, és komoran megfeszítettem az állam, miközben nyerekbe pattantam. A férfiak között, mintha létrejött volna egy kimondatlan, lovagias összeesküvés. Felváltva álltak meg elég gyakran, hogy könnyítsenek magukon, ami alkalmat adott nekem, hogy pár percre leszálljak a lóról, és ismételten megmaszírozzam sajgó hátsómat. Időnként valaki azt is felvetette, hogy álljunk meg inni, ami miatt nekem is meg kellett állnom, mert a vizes üvegeket bogáncs vitte. Így lovagoltunk pár óráig, de a fájdalom kitartóan nőtt, és szüntelenül fészkelődtem tőle a nyerekben. Végül úgy döntöttem, pokolba a méltóság teljes szenvedéssel, egyszerűen muszáj leszállnom a lóról egy kicsit. Hó! Mondtam Bogáncsnak, majd leugrottam. Úgy tettem, mintha a bal első lábát vizsgálnám, miközben a többi ló körénk gyülekezett. Attól tartok, egy kő a patájába. Hazudtam. Kiszedtem, de jobb, ha most egy darabig sétáltatom. Nem szeretném, ha lesántulna. Nem, az nem lenne jó, felelte dugöl. Rendben, sétáltassa egy darabig, de valakinek itt kell maradnia magával. Ez elég csendes út, de nem hagyhatom egyedül. Jamie azonnal lepattant. Majd én sétálok vele, mondta csendesen. Jó, ne késhetek sokat. Hajnal előtt Bargrenámban kell lennünk. A vörös vadka jele. A földes úra barátunk. Ezzel intett a többieknek, és élénk ügetéssel tovább indultak minket otthagyva a porfelhőben. A több órányi kínszenvedés a nyerekben nem javított a hangulatomon. Hadd sétáljon velem, Jamie. Átkozott legyek, ha szóba állok azzal a szadista, erőszakos vadállattal. A felkelő félhold fényénél Jamie nem tűnt túl vadállatiasnak, de megkeményítettem a szívemet, és tovább sántikáltam, gondosan ügyelve arra, hogy ne nézzek rá. Sajguizmaim először tiltakoztak a szokatlan megerőltetés ellen, de nagyjából egy órával később sokkal könnyebb volt már a mozgás. Holnapra sokkal jobban érzed majd magad, jegyezte meg Jamie hétköznapi hangnemben. Bár leülni majd csak, holnap után fogsz tudni. És hogy lettél a szakértő? Rivaltam rá. Ilyen gyakran versz embereket? Hát nem, felelte Jamie rezzenéstelenül. Most csináltam először, de a túlsó oldalról rengeteg élményem van. Neked? Tátottam a számat. A gondolat, hogy bárki el tudja verni ezt az izom és hústornyot, teljességgel felfoghatatlan volt számomra. Jamie felnevetett az arc kifejezésemen. Akkor még kisebb voltam, Szeszenák. Nyolc és tizenhárom éves korom között többször elnáspángolták a hátsómat, mint azt meg tudnám számolni. Utána magasabb lettem az apámnál, és kényelmetlenné vált számára, hogy a kerítésre fektessen. Az apád vert? Igen, leginkább. Persze a tanítónk is, és időnként Dugöl vagy valamelyik másik nagybátyám, attól függően hol voltam éppen, és mit csináltam. Az elhatározásom ellenére, hogy nem beszélgetek vele, egyre jobban feltámad bennem az érdeklődés. És mit csináltál? Jamie ismét felnevetett, csendes, de ragályos kacagással az éjszaka mozdulatlan levegőjében. Nos, nem emlékszem már mindenre. Azt mondanám, általában megérdemeltem a dolgot. Legalábbis az apám soha nem vert el igazságtalanul. Pár másodpercig csendben lépkedett, elgondolkozva. Hmm, lássuk csak. Volt az, amikor megköveztem a csirkéket, meg amikor a tehenek ellovagoltam, és túlságosan felizgattam őket a fejéshez meg amikor kiettem a lekvárt a süteményből, és a süteményt meg ott hagytam. Uh, ó, és amikor kiszöktek a lovak az istálóból, mert nem toltam rá a reteszt, és amikor felgyújtottam a galambducnát tetejét, az véletlen volt, nem direkt csináltam. És amikor elveszítettem a tankönyveimet, az viszont direkt, és ezzel vállat vont, és elhallgatott, én pedig önkéntelenül is felnevettem a szokásos dolgok. De leggyakrabban azért vertek el, mert kinyitottam a számat, amikor csukva kellett volna tartanom. Felhorkant valami emléken. <laughs> Egyszer a nővérem Jenny összetört egy kancsót. Addig ugrattam, amíg feldühítettem, mire elveszítette az önuralmát és hozzám vágta. Amikor bejött az apánk, és azt kérdezte, kitette, Jenny túlságosan félt ahhoz, hogy megszólaljon, és csak nézett, tágra nyílt rémült szemekkel. Kék szeme van, mint nekem, csak szebb, fekete szempillákkal. Jamie ismét vállat vont. Mindegy, szóval azt mondtam az apámnak, hogy én tettem. Ez nagyon szép volt tőled, jegyeztem meg gúnyosan. A nővéred biztosan hálás volt. Ó, igen, az lett volna. Csak hogy az apánk végig ott állt az ajtó túloldalán, és látta, mi történt igazából. Janet azért verte el, mert elveszítette az önuralmát és eltörte a kancsót, engem pedig duplán elnáspángolt. Egyrészt azért, mert felbosszantottam a nővéremet. Másrészt a hazugság miatt. – Ez nem igazságos! – kiáltottam fel felháborodottan. Az apám nem mindig volt kedves, de általában igazságos volt, felelte Jamie higgadtan. Azt mondta, az igazság az az igazság, és az emberek vállalják a felelősséget a tetteikért, amiben igaza is van. Vetett rám egy oldal pillantást. De azt is mondta, hogy szép dolog volt tőlem, hogy magamra vállaltam a büntetést, úgyhogy bár muszáj megbüntetnie, választhatok, hogy elverjen, <laughs> vagy vacsora nélkül feküdjek le. Jimmy bánatosan felnevetett, és megcsóválta a fejét. Apám jól ismert. Egy szempillantás alatt a verést választottam. Te egy két lábon járó étvágy vagy, Jamie. Igen, helyesed Jamie, neheztelés nélkül. Mindig is az voltam. Te is, torkoskám, mondta a hátasának. Várj egy kicsit, amíg meg nem állunk pihenni. Ezzel megrántotta a szárat, és elhúzta a ló kutató orrát az út menté, csábító fűcsomóktól. Igen, az apám igazságos volt, folytatta. És belátó is, bár akkoriban ezt nem nagyon értékeltem. Nem hagyta, hogy várnom kelljen a verésre. Ha valami rosszat tettem, azonnal megbüntetett. Vagy amikor megtudta. Mindig tett róla, hogy tudjam, miért pángolál, és ha meg akartam magyarázni, megtehettem. Ó, szóval ez a célod, gondoltam. Te lefegyverző, intrikus. Kételkedtem benne, hogy annyira le tud fegyverezni, hogy ne akarjam az első lehetőségnél kibelezni, de hagytam, hogy megpróbálja. És sikerült bármikor is kimagyaráznod magad? kérdeztem. Nem, általában elég egyértelmű bűnökről volt szó, amik magukért beszéltek. De néha sikerült kicsit mérsékelnem a büntetésemet. Megdörzsölte az orrát. Egyszer azt mondtam neki, hogy az, ha az ember megveri a saját fiát, a legcivilizálatlanabb önkényeskedés. Ő erre azt felelte, hogy éppen annyi eszem van, mint a mellette álló oszlopnak. Azt mondta, hogy az idősebbek tisztelete, a civilizált viselkedés sarokköve, és amíg ezt meg nem tanulom, addig jobb, ha hozzászokom, hogy a lábujjaimat bámulom, miközben valamelyik idős elpáhol. Ezúttal én is vele nevettem. Békés volt az út, olyasfajta végtelen csend lengte be, ami csak kilométerekre bárki mástól fordul elő. Az ilyesfajta csend sokkal ritkább az én zsúfoltabb koromban, amikor gépek hirdetik az ember jelenlétét, úgyhogy egyetlen személy is éppen annyi zajt tud csapni, mint egy tömeg. Itt nem volt más nesz, csak a növények susogása, egy-egy éjszakai madársikoja és a lovak lépteinek koppanása. Kezdtem egy kicsit könnyebben sétálni, a görcsbe rándult izmaim ellazultak a mozgástól. Kilélegzett idegeim is kezdtek elnyugodni, miközben Jimmy humoros, öngúnyjal teli történeteit hallgattam. Persze egyáltalán nem örültem, hogy megvernek, de ha választhattam, akkor jobban örültem, hogy az apám teszi, mintha a tanítóm. Az iskolában általában a tenyerünket csapkodták nátpálcával, nem a hátsónkat. Apám azt mondta, ha a tenyeremet ütné, akkor nem tudnék dolgozni, míg ha a fenekemet veri el, akkor legalább ellen tudok állni a kísértésnek, hogy leüljek lustákodni. De általában minden évben más tanítónk volt. Nem tartotta ki sokáig. Legtöbbször gazdálkodó lett belőlük, vagy elvándoroltak gazdagabb vidékre. A tanítók olyan kevés fizetést kapnak, hogy mindig soványak és éhesek, volt egyszer egy kövér tanítónk is, és soha nem tudtam elhinni, hogy tényleg az. Úgy nézett ki, mint egy áruhás lelkész. A kerek kis bénatyára gondolva bólintottam. Az egyikre különösen jól emlékszem, mert ő arra kényszerített minket, hogy kiálljunk a terem elejébe. Kinyújtott kézzel és hosszú szónoklatokat tartott a bűneinkről, mielőtt elkezdte volna, amit két csapás között is folytatott. Ott álltam kinyújtott kézzel, és imádkoztam, hogy hagyja már abba a fecsegést, és kezdje már el a dolgot, mielőtt elveszítem minden bátorságomat, és sírni kezdek. Gondolom, ő pontosan ezt szerette volna. Feleltem, akaratom ellenére együtt érezve. Ó, igen, válaszolta Jimmy tárgyilagosan. De beletelt némi időbe, amíg erre rájöttem. És amikor sikerült, szokás szerint nem tudtam csukva tartani a számat. Mi történt? Ekkora már teljesen megfeledkeztem a haragomról. Nos, egy szép napon kiállított. Én rengeteget kaptam, mert nem tudtam rendesen írni jobb kézzel. Folyton a ballal akartam. Háromszor megütött, és ezzel majdnem öt percet töltött a gazember. És a negyedik előtt elkezdte sorolni, hogy milyen ostoba, lusta, makacs, fiatal léhűtő vagyok. Rettenetesen égett a kezem, mert aznap ez volt a második alkalom, és féltem, mert tudtam, milyen rettenetes verést kapok majd, ha hazamegyek. Az volt a szabály, hogy ha az iskolában elvernek, akkor otthon is kapok rögtön, amint hazaértem, mert az apám szerint az iskola fontos dolog volt. Mindegy, szóval elveszítettem az önuralmam. A bal keze önkéntelenül is a kantára zárult, mintha az érzékeny tenyerét védené. Jimmy megállt és rám nézett. Nagyon ritkán veszítem el az önuralmam, Szászenák, és általában meg is bánom. És gondoltam, ennél konkrétabb bocsánat kérésre nem is számíthatok. Akkor megbántad? Nos, ökölbe szorítottam a kezemet, és felnéztem rá. Magas, sovány férfi volt, olyan húsz év körüli lehetett, bár nekem nagyon öregnek tűnt. És azt mondtam, nem félek magától, és nem fog megríkatni, akárhogy is bánt. Mélyen beszívta a levegőt, majd lassan kifújta. Gondolom, nem volt túl taktikus dolog akkor mondani ezt neki, amikor még nála volt a pálca. Ne is mond, válaszoltam. Megpróbálta bebizonyítani, hogy nincs igazad? Ó, igen, megpróbálta. Jamie bólintott, a feje árnyékba borult a felhőség bolt előtt. A hangjában volt némi komor elégtétel, amikor azt mondta, hogy Megpróbálta. Szóval nem sikerült? A kócos fej ingani kezdett. Nem. Legalább megrékatnia nem sikerült, de azt elérte, hogy megbánjam, hogy nem fogtam be a számot. Egy pillanatra elhallgatott, és odafordította felém az arcát. A felhűt takaró egy másodpercre szétnyílt és a fény beborította Jimmy állát és arcát, amitől aranyozottnak tűnt, mint Donatello arkangyalai. Amikor Dugöl rólam beszélt, mielőtt összeházasodtunk, nem említette, hogy néha egy kicsit makacs tudok lenni. A ferde szemek megcsillantak, sokkal inkább luciferesen, mint mihályosan. Felnevettem, az nem kifejezés. Úgy emlékszem, úgy fogalmazott a frézerek olyan magacsok, mint a kő, és te vagy a legrosszabb közülük. Igazából, tettem hozzá kicsit gúnyosan. Ezt magam is észrevettem. Jimmy elmosolyodott, miközben körbevezette a lovát egy mély pocsolya körül az úton, és az enyémet is maga után húzta. Nos, nem mondanám, hogy tévedett, válaszolta, miután semlegesítette a veszélyt. De ha makacs is vagyok, legalább egyenesen csinálom. Az apám ugyanilyen volt, és időről időre olyan összetűzésbe keveredtünk, aminek csak erőszakos fellépéssel lehetett véget vetni, melynek során én általában a kerítés fölé döltem. Hirtelen kinyújtotta a kezét, hogy megragadja a lovan vezető szárát, amikor az állat felágaskodott és felhorkant. Héte! Csíha, sztádmodú! Az ő lova kevésbé volt ideges, csak megrántotta és idegesen dobálta a fejét. Mi az? Semmit nem láttam a holdfényes foltok ellenére, amik az utat és a mezőt tarkították. Egy fenyő nőtt előttünk, és a lovak láthatóan nem akartak a közelébe menni. Nem tudom. Maradj itt és maradj csendben! ülj fel a lovadra, és tartsd itt az enyémet. Ha kiabálok, akkor dobd el a szárat, és rohanj. Jimmy hangja csendes és hétköznapi volt, hogy engem is, és a lovakat is megnyugtasson. Az dünnyögte a lovának, hogy szkűr. Majd megkapta a nyakát, hogy közelebb terelje hozzám, és kezével a tőrén eltűnt a hangában. Én a szememet és a fülemet erőltetve próbáltam rájönni, mi zavarhatta meg a lovakat. Izektek mozogtak és topogtak, a fülük és a farkuk idegesen rángott. Ekkorra már felszakadtak a felhők, és elszálltak a széllel, pusztán tépet maradékokat hagyva a ragyogó félhold arcán. A fény ellenére semmit nem láttam az előttünk lévő úton, vagy a bajós erdőben. Haramiák szempontjából egy kicsit késeinek tűnt az óra, és gyérforgalmúnak az út, de azokból amúgy sem akadt sok a felföldön. Túl kevés utazó járt erre ahhoz, hogy megérje csapdát állítani. Az erdő sötét volt, de nem volt mozdulatlan. A fenyők csendben zúgtak, milliónyi tűlevelük halkan susmorgott a szélben. A fák ősöregek voltak, és kísértetiesek a sötétben. A nyitva termők, a tobozos növények, a szárnyas magok gazdái sokkal idősebbek és szigorúbbak, mint a puha levelű, törékeny ágú tölgyek és égerek. Tökéletes otthont biztosítanak Rupert szellemeinek és ártó lelkeinek. Csak te, gondoltam magamra neheztelve, vagy képes rettegni egy halomfától. De hol lehet Jamie? A combomat megragadta egy kéz, mire rémült de nevérként sikoltottam fel. Ilyen az, amikor az ember a szívével a szájában próbál kiabálni. Az irracionális félelem miatt oktalanul dühösen rúgtam melkason – Ne lopakodj így körülöttem! Csitt, felelte Jamie, gyere velem. Ezzel minden teketória nélkül lerántott a nyerekből, és gyorsan kikötötte a lovakat, akik kelletlenül ficeregtek mögöttünk, miközben Jimmy bevezetett engem a magas fűbe. – Mi az? – sziszektem, vakon tapogatózva a gyökerek és kövek között. – Csend, ne beszélj! Nézd le, figyeld a lábam! Lépj hova én, és állj meg, ha megérintelek! – Lassan, és többé-kevésbé hangtalanul haladtunk a fenyves szélében. A fák alatt sötét volt, és csak fénymorzsák világították meg a tűlevél réteget, amin a lábunk tapodott. Még Jimmy sem volt képes teljesen hangtalanul járni rajta, de a száraz levelek susorgását elnyomta a zöldeké fentről. Az avar megtört egy gránit tömbön, ami az erdő talajából emelkedett ki. Itt Jamie maga elé vont. a kezemet és a lábamat úgy igazgatta, hogy fel tudjak mászni a széklán. A tetején épp annyi hely volt, hogy le tudjunk feküdni hasra egymás mellett. Jamie a fülem mellé tette a száját, és alig vett levegőt. Tíz méterre előttünk, jobbra, a tisztáson. Látod őket? Amint megláttam, meg is hallottam őket. Farkasok, egy kisebb falka, olyan nyolc tíz állatból állhatott. Semmi üvöltés, ezek nem üvöltöttek. A zsákmányuk az árnyékban hevert, egy sötét kupac égnek meredő, karóvékony lábakkal, rászkódva a belemélyedő fogaktól. Csak egy-egy morranás vagy vakkantás hallatszott, amikor valamelyik kölyköt elzavarták a felnőtt koncától, és a táplálkozás elégedett hangjai, a csámcsogás és a csontok recsenése. Ahogy a szemem hozzászokott a holdfényes jelenethez, több bozontos alakot is észrevettem, akik a fák alatt heverésztek, teli hassal, békésen. Szürke szőr csillantított, ahogy a tetem körül gyülekezők és kutakodtak olyan puhább részek után, amit az előttük érkezők nem vettek észre. Egy széles, sárga szemű fej emelkedett hirtelen fel a fénybe, a fülét hegyezve. A farkas halk sürgető hangot adott, valamit a nyifantás és a mordulás között, és hirtelen minden megdermett a fák alatt a sáfrány színű tekintet, mintha az enyémben nézett volna. Az állattest tartása sem félelemről, sem kíváncsiságról nem árulkodott, csak némi gyanakvó felismerésről. Jamie keze a hátamon arra figyelmeztetett, nehogy megmozduljak, bár nem éreztem késztetést arra, hogy elszaladjak. Szerintem órákig ott tudtam volna maradni, a farkas szemét bámulva, de a szuka, biztos vagyok benne, hogy nőstény állat volt, bár azt nem tudtam miért gondolom így. Megrezzentette a fülét, mint egy elbocsájtóan, és visszahajolt a vacsorája fölé. Még pár percig bámultuk békés csoportjukat a szorványos fényben. Végül Jamie a kezemhez érve jelezte, hogy ideje mennünk. A karomon tartotta a kezét, hogy támogasson, miközben visszasétáltunk a fák között az útra. a közben, Jamie történetein gondolkozva, muszáj volt elismeréssel adóznom annak, ahogy ezt intézte. Egyetlen magyarázkodó vagy bocsánat kérő szó nélkül sikerült átadnia a kívánt üzenetet. Igazságot szolgáltattam feléd, mondta, ahogy tanítottak és könyörületes voltam, amennyire csak lehettem. Bár nem kíméltelek meg a fájdalomtól és a megaláztatástól, cserébe odajándékoztam neked a saját fájdalmam és megaláztatásom, hogy könnyebben viseld a tiédet. Nagyon utáltad? Kérdeztem váratlanul. Mármint, hogy vernek. Könnyedén túltetted magad rajta. Jamie finommal megszorította a kezem, mielőtt elengedte volna. Szinte azonnal elfelejtettem, amint vége lett. Kivéve az utolsót, az beletelt egy kis időbe. Miért? Hát, nos, egyrészt 16 éves voltam, és felnőtt ember. Legalábbis azt hittem. Másrészt kegyetlenül fájt. Nem muszáj elmondanod, ha nem akarod közöltem vele, amikor megéreztem, hogy habozik. Fájdalmas történet? Nem annyira fájdalmas, mint a verés volt, neveted Jamie. Nem, szívesen elmondom. Csak elég hosszú történet. Még hosszú az út bárkrennanig. Igen, az. Nos hát, emlékszel, meséltem neked, hogy 16 éves koromban egy évig liókastélyában kastélyában éltem, ugye? Apám és Kolum így állapodtak meg, hogy megismerkedhessek az anyám klányjával. Két évig dugöl nevelt, utána a kastélyba költöztem egy évre, hogy jó modor tanuljak, latint meg ilyeneket. Ó, nem értettem, hogy kerültél oda. Igen, így volt. A koromhoz képest nagy voltam, vagy legalábbis magas. Már akkor is jól vívtam, és az egyik legjobb lovas voltam. Meg szerény is. Jegyeztem meg. Nem igazán. Pokolian pimasz voltam, és még gyorsabban eljárt a nyelvem, mint manapság. Héhetetlen. csóváltam a fejem vidáman. Pedig így volt szaszenák. Kiderült, hogy képes vagyok megnevettetni az embereket a megjegyzéseimmel, úgyhogy gyakran csináltam, anélkül, hogy törődtem volna azzal, mit mondok és kinek. Néha kegyetlen voltam a többi fiúval. Nem direkt, csak nem tudtam ellenállni egy szellemes megjegyzésnek. Felnézett az égboltra, hogy megállapítsa mennyi az idő. Az még feketébb volt így, hogy a hold is lement. Felismertem a látóhatár magasságában lebegő Oriont, és furcsán megnyugtatónak találtam az ismerős látványát. Szóval egy szép napon túl messzire mentem, a többi fiúval sétáltunk éppen a folyosón, amikor a túlsó végén megláttam Fitzgibbon asszonyságot. Egy nagy kosarat cipelt, majdnem akkor át, mint ő maga, és oda-vissza imbolygott menet közben. Tudod, hogy néz ki most? Hát, akkoriban sem volt sokkal kisebb. Jamie restelkedve megdörzsölte az orrát. Nos, tettem pár lovagiatlan megjegyzést a megjelenésére, Vicceset, de rettenetesen lovagiatlant. A barátaim nagyon jól szórakoztak. Én meg nem tudtam, hogy ő is meghallotta. Visszagondoltam Lió kastélyának masszív dámájára. Bár én csak jó kedvűnek láttam, nem olyannak tűnt, mint aki eltűri, hogy sértegesség. És mit csinált? Semmit. Akkor. Nem is tudtam, hogy meghallotta, amíg másnap fel nem állt a törvénynapon, és el nem mondta Kolumnak. Ó, te jó ég! Tisztában voltam azzal, milyen sokra tartja Kolum Mrs. Fitzet, és nem hittem, hogy bármilyen vele szembeni tiszteletlennyét könnyedén elintézne. Mi történt? Ugyanaz, ami Lirivel. Vagyis majdnem, nevetett Jamie. De nagyon bátor voltam, Felálltam, és azt mondtam, hogy az öklözést választom. Próbáltam nagyon higgadt és felnőttes lenni, bár a szívem úgy vert, mint egy kovács kalapács, és egy kicsit rosszul lettem, amikor Engöz kezére néztem. Olyan volt, mint a kőszikla, ráadásul nagy is. Az összegyűltek közül páran felnevettek, akkoriban még nem voltam ilyen nagy, és kevesebb, mint fele nyomtam. Engöz egyetlen ütéssel leszakíthatta volna a fejem. Minden esetre Kolum és Dugöl mindketten összevonták a szemöldöküket, bár szerintem örültek, hogy volt bátorságom ezt kérni. Majd Kolum azt mondta, hogy nem. Ha úgy viselkedtem, mint egy gyerek, akkor úgy is fognak megbüntetni. Bólintott, és mielőtt megmozdulhattam volna, Engösz a térdére fektetett, felhajtotta a kiltemet, és az egész gyülekezet előtt elnadrágolt a szíjával. Ó, oh, Jamie! Mm. Biztos észrevetted, hogy Engösz nagyon érti a dolgát, ugye? Nos, tizenöt ütést kaptam, és a mai napig pontosan emlékszem, melyik hollandolt. landolt. Nosztalgikusan megborzongott. Hetekig megmaradt a nyomuk. Felnyúlt, és letört pár fenyőágat az egyik közeli fáról, majd legyezőként szétterítette őket a hüvelykje és a többi ujja között a terpentin szag hirtelen élesebbé vált. Nos, és azt sem hagyták, hogy szép csendben elmenjek a sebeimet nyalogatni. Amikor Engösz végzett velem, Dugöl megfogta a gallérom, és a nagy terem túlsó végébe vezetett. Majd térden kellett visszakúsznom a kövön. Le kellett térdelnem Kolum széke előtt, és Mrs. Fitz bocsánatáért, majd Koluméért könyörögnöm. Utána bocsánatot kellett kérnem mindenkitől a nagy teremben a bárdolatlanságomért. Végül meg kellett köszönnöm Engösznek a verést. Ettől majdnem megfulladtam, de ő nagy lelkűen viselkedett. Lenyúlt és felsegített. Majd leraktak egy székre kolum mellé, és ott kellett ülnöm, amíg vége nem lett a törvénykezésnek. Jamie védekezően összegörnyedt. Az volt életem legrosszabb órája. Égett az arcom, a fenekem szint úgy, a térdem fel volt horzsolva, és csak a lábfejemet nézhettem, de az volt a legszörnyűbb, hogy rettenetesen kellett vizelnem. Majd nem meghaltam. Inkább felrobbantam volna, mint hogy ott bevizeljek mindenki előtt, de nem sokon múlt. Teljesen átizzadtam az ingemet. Elfojtottam a késztetést, hogy felnevessek, nem szólhattál volna Kolumnak, hogy mi a baj? Kérdeztem. Pontosan tudta, mi a baj. És mindenki más is a nagy teremben. Annyira ficeregtem azon a széken. Az emberek fogadásokat kötöttek, hogy kibírom-e. Vonta meg a vállát Jamie. Kolum elengedett volna, ha kérem. De... Nos, megmakacsoltam magam. Jamie egy kicsit szégyellősen elmosolyodott, fehér fogak villantak a sötét arcában. Úgy gondoltam, inkább meghalok, mint hogy megkérjem, és majdnem így is lett. Amikor végül elengedett, sikerült kiérnem a nagy teremből, de csak a legközelebbi ajtóig. A fal mögé vetettem magam, és patakokat vizeltem. Azt hittem, soha nem lesz vége. Szóval tárta szét a karját elítélően, eldobva a fenyőágakat. Most már a legrosszabbat is tudod, ami valaha történt velem. Nem bírtam magammal. Addig nevettem, amíg le nem kellett ülnöm az út szélére. Jimmy egy percig türelmesen várakozott, majd térdre ereszkedett. Mi nevetsz? kérdezte. Ez nem is volt vicces. De maga is mosolygott. Én továbbra is kacagva megráztam a fejem, nem, nem volt az. Rettenetes történet, csak úgy magam elé tudom képzelni, ahogy ott ülsz és magacskodsz, összeszorított szájjal és a füledből kipöfögő gőzpamacsokkal. Jimmy felhorkant, de nevetett is egy kicsit. Igen, nem könnyű a tizenhat éveseknek, igaz? Szóval tényleg azért segítettél annak a léri lánynak, mert megsajnáltad. Mondtam, amikor visszanyertem az önuralmam. Mert tudtad, milyen helyzetben van? Jimmy meglepődött. Igen, és ezt mondtam is. Sokkal könnyebb 23 évesen elviselni, hogy orba vágnak, mint 16 évesen azt, hogy mindenki előtt elfenekelnek. A sértett büszkeség akkoriban mindennél jobban fájt, és nagyon könnyen sérül. Az furcsa volt. Még soha nem láttam senkit vigyorogni azon, hogy mindjárt szájba vágják. Utána nehezebb lett volna. Mhm, uh -huh. bólintottam helyeslően. Azt hittem... Kezdtem, majd szégyenlősen elhallgattam. Mit hittél? Ja, hogy én meg Léri, úgy érted. Fejtette meg Jamie a gondolataimat. Te, Elek és mindenki más. Magát lírit is beleértve. Ugyanezt tettem volna, ha csúnya. Oldalba bökött. Bár gondolom, ezt te nem hiszed el. Nos, láttalak titeket az alkóban. Bédekeztem. És az is biztos, hogy valaki megtanított téged csókolni. Jamie szégyenkezve csoszogott a porban. Restelkedve lehajtotta a fejét. Hát, nos, Szenek, én sem vagyok jobb, mint a férfiak legnagyobb része. Próbálkozom, de nem mindig sikerül. Emlékszel arra a részre a Szentpolban, ahol azt mondták, jobb megházasodni, mint elégni? Nos, én eléggé lángokban álltam akkoriban. Ismét felnevettem, és úgy éreztem, mintha én is ismét 16 éves lennék. Szóval ezért vettél el? ugrattam, hogy kivédd a bűncsábítását. Igen, erre jó a házasság. Szentséget csinál azokból a dolgokból, amiket egyébként meg kellene gyónni. Ismét a fűbe rogytam. Ó, Jamie, mennyire szeretlek! Ezúttal ő kezdett nevetni. Összegörnyedve kacagott, majd leült az út szélére, és rászkódott a hahotától lassan hátradőlt, és fulladozva hevert a fűben. – Mi az Isten bajod van? – kérdeztem rámeredve. Jimmy végül a szemeit törölgetve felült. Levegő után kapkodva megcsóválta a fejét. – Mörtágnak igaza volt a nőkkel kapcsolatban – Sszászenák, én az életemet kockáztattam, érted? Közben loptam, raboltam, megsebesítettem és megöltem másokat. Cserébe te, megalázó dolgokat mondtál rólam. Megsértettél férfiasságomban. Lágyékon rúgtál, és az arcomba karmoltál. Majd félholtra vertelek, és elmondtam neked a legmegalázóbb dolgokat, amik valaha is történtek velem. Mire azt mondod, szeretsz? Végül felállt, az egyik kezét felém nyújtva, a másikkal a szemét törölgetve. Nem vagy túl észszerű teremtés, Szászenák, de ez tetszik benned. Menjünk. Kezdett későre járni, vagy nézőponttól függően koraira, és kénytelenek voltunk lóra szállni, ha hajnalra oda akartunk érni bárgrennánba. Ekkorra eléggé helyre jöttem ahhoz, hogy kibírjam, bár még mindig éreztem a fenekem. Egy ideig barátságos csendben lovagoltunk. A gondolataimba merültem, és most először kezdtem azon töprengeni, mi fog történni, ha valaha visszajutok a kőkörhöz bár erőszakkal adtak hozzá, és szükségből támaszkodtam rá. Kétségtelenül eléggé megkedveltem Jamie-t. És még lényegesebbek voltak az ő érzései irántam. Először csak a körülmények folytán sodrottunk egymás mellé, majd összebarátkoztunk. Végül égető szenvedély ébredt bennünk egymás iránt, mégsem említette az érzelmeit egy szóval sem, eddig. Ugyanakkor kockára tette értem az életét. Ezt akár a házassági eskü miatt is tehette. Azt mondta, az utolsó csepp vére által is megvédelmez, és úgy éreztem, ezt komolyan is gondolja. De még ennél jobban megérintett az elmúlt 24 óra, amikor hirtelen beavatott az érzelmeibe és a magánéletébe, a sebekkel együtt, meg minden. Ha tényleg olyan érzelmeket táplál irántam, amilyenekre gyanakszom, akkor hogy érezné magát, ha hirtelen eltűnnék? A testi kényelmetlenségem egyre csökkent, miközben ezekkel a zavaró gondolatokkal birkóztam. Úgy három mérföldre lehettünk Bágrennántól, amikor Jimmy hirtelen megtörte a csendet. Még nem meséltem el, hogy halt meg az apám, mondta váratlanul. Dugöl azt mondta, agyvérzése volt. Ö, úgy értem, gutaütést kapott. Feleltem meglepetten. Feltételezéseim szerint Jamie, aki szintén magára maradt a gondolataival, az apján töprengett a korábbi beszélgetésünk eredményeképpen, de nem értettem, miért pont ez a konkrét téma jött fel. Ez igaz. De az... Ő... Jamie elhallgatott, Végig gondolta a szavait, majd sútba vetve az óvatosságot vállat vont. Vett egy mély levegőt, és kiengedte. Ezt tudnod kell. Köze van más dolgokhoz. Az út itt elég széles volt ahhoz, hogy kényelmesen elférjünk egymás mellett. Feltéve, ha figyelünk az éles kövekre, nem alaptalan ürügyet találtam ki a lovammal kapcsolatban. Az erődben történt, mesélte Jamie, megkerülve egy rosszabb részt. Ahol tegnap voltunk, ahova rendőr vitetett az embereivel Lallybrochból, ahol mekkorbácsoltak. Két nappal az első után rendőr az irodájába vitetett. Két katona jött értem, és felkísértek a cellámból a szobájába ugyanabba, ahol rátaláltam. Ezért tudtam, hová kell menni. Az iroda előtt az udvarban apámmal találkoztunk. Kiderítette, hova vitettek, és eljött, hát ha ki tud szabadítani valahogy, vagy legalábbis meggyőződni arról, hogy jól vagyok. Jimmy gyengéden a ló oldalához nyomta a sarkát, és csettintett egyet. Még nem derengett fel a napfény, de megváltozott az éjszaka. Nap felkeltéjéig, legfeljebb, ha egy óránk maradt. Amíg meg nem láttam ott, nem is tudtam, mennyire egyedül éreztem magam, és mennyire féltem. A katonák nem hagyták, hogy kettesben maradjunk, de legalább azt megengedték, hogy köszönjek neki. Jimmy nyelt egyet, és folytatta. Azt mondtam neki, hogy sajnálom, már mint Janet, és az egész űrzavart de ő azt mondta csitt, és magához szorított. Megkérdezte, jól vagyok-e, tudott a korbácsolásról, és azt feleltem, rendbe jövök. Akkor a katonák szóltak, hogy mennünk kell, úgyhogy apám megszorította a karom, és azt mondta, ne felejtsek el imádkozni. Azt mondta, mellette már történjék bármi, és ne csüggedjek, és ne rágjam magam. Megcsókolta az arcom, a katonák pedig elvezettek. Ekkor láttam utoljára. Jamie hangja egyenletes volt, de egy kicsit rekedt. A saját torkom is összeszorult, és ha tehettem volna, megsimogatom, de az út elkeskenyült, ahogy beértünk egy kis szurdogba, és kénytelen voltam őt előre engedni. Mire visszaértem Jamie mellé, már összeszedte magát. Szóval. vett egy mély levegőt bementem rendőrkapitányhoz. Ő kiküldte a katonákat, hogy kettesben maradjunk, és helyjel kínált. Azt mondta az apám óvadékot ígért, hogy elengedjenek, de engem súlyos bűnnel vádolnak, így hát nem tehetnek leértem óvadékot Árgül hercegének írásos engedélye nélkül, akinek a fennhatósága alatt álltunk. Gondolom, odaindult éppen az apám, Árgülhoz. És ráadásul folytatta rendőr, ott van a második korbácsolás ügye is. Jamie egy pillanatra elhallgatott, mintha nem tudná, mivel folytassa. Furcsán beszélt, úgy éreztem. A modora nagyon szívélyes volt, de volt benne valami, amit nem értettem. Folyamatosan engem bámult, mintha arra számítana, hogy teszek valamit, bár mozdulatlanul ültem. Félig meddig bocsánatot kért tőlem, azt mondta sajnálja, hogy a kapcsolatunk olyan nehézkesen alakult, vagy csak más körülmények között találkoztunk volna, s a többi. Jimmy megrázta a fejét. El nem tudtam képzelni, miről beszél. Két nappal ezelőtt halára akart verni. De végül kiderült, és nem teketóriázott sokat. Mit akart hát? Kérdeztem. Jamie rám pillantott, majd elkapta a tekintetét. A sötétben nem láttam az arcát, de mintha szégyelte volna magát. Engem, mondta bátran. Én olyan élesen összerándultam, hogy a ló felvágta a fejét, és szemrehányúan nyihogott egyet. Jamie ismét megmondta a vállát. Elég egyenes volt. Ha én a rendelkezésére bocsájtom a testem, akkor lefújja a második korbácsolást. Ha nem, akkor azt kívánom, majd bár meg se születtem volna, mondta. Felkavarodott a gyomrom. Én már akkor is azt kívántam, folytatta Jamie, felvillantva a humorát. Úgy fajta hasam, mintha üvegcserepet nyeltem volna, és ha nem ülök, akkor berúgynak alatta a térdeim. De mit. <kül> Reket volt a hangom, úgyhogy megköszörültem a torkom, és előről kezdtem. <kül> De mit csináltál? Jamie felsóhajtott. Nos, nem fogok hazudni, Szaszanák. Fontulóra vettem a dolgot. Az első sebek annyira fájtak a hátamon, hogy alig tudtam egy inget felvenni, és amikor felálltam, mindig elszédültem. A gondolat, hogy még egyszer végig kell csinálnom, kikötözve tehetetlenül várnom a következő csapást. Önkéntelenül is remegni kezdett. Nem tudtam elképzelni, folytatta sabanyúan. De úgy gondoltam, hogy ha molesztálnak egy kicsit, az talán kevésbé fog fájni. Haltak meg már férfiak korbácsolás közben szászenák, és az arc kifejezéséből ítélve, rendől is ezt a sorsot szánta nekem, ha nemet mondok. Ismét felsóhajtott. De, nos, én még éreztem az apám csókját az arcomon, és arra gondoltam, amit mondott, és hát nem tudtam megtenni ennyi. Azon nem gondolkoztam, mit jelentene apámnak a halálhírem. Jamie felhorkant, mintha valamit viccesnek találna. Utána arra gondoltam, hogy ez az ember a nővéremet már megerőszakolta, de átkozott legyek, ha engem is megkap. Én ezt nem találtam viccesnek. Ismét új, felháborító fényben láttam Jack rendelt. Jamie megdörzsölte a tarkóját, majd a nyerekkápa gombra engedte a kezét. Szóval fogtam azt a kis bátorságomat, ami még maradt, és nemet mondtam. Elég hangosan, és mindenféle rávonatkozó mocskos szóval is kiegészítettem, teljes hangerőn. Jimmy grimaszolt egyet. Attól tartottam, ha gondolkozni kezdek, akkor meggondolom magam. El akartam vágni a visszautamat. Vár nem hinném, tette hozzá elgondolkozva hogy van diplomatikus módja egy ilyen ajánlat visszautasításának. Nincs. Helyeseltem szárazon. Szerintem nem örült volna, bárhogy is fogalmazol. Nem örült. Szájon vágott, hogy elhallgassak. Én leestem, még mindig gyenge voltam. Ő pedig megállt felettem és lebámult rám több eszem volt annál, mint hogy megpróbáljak felállni. Úgyhogy csak feküdtem, amíg oda nem hívta a katonákat, hogy vigyenek vissza a cellámba. Megrázta a fejét. Az arc kifejezésen nem változott. Csak annyit mondott, miközben elvittek, hogy pénteken találkozunk, mint ha üzleti tárgyalásunk lenne, vagy ilyesmi. A katonák nem abba a cellába vitték vissza jamie amin három másik rabbal osztozott. Ehelyett egy kis helységet kapott egyedül, hogy magányosan várja a pénteket, leszámítva az erődorvosának napi látogatását, aki a hátán cserélgette a kötést. Nem volt túl jó orvos, mondta Jamie, de kedves embernek tűnt. Amikor a második nap jött a libazsírral és a krétával, hozott egy kis bibliát, ami egy meghalt rabé volt, azt mondta, úgy vette észre, pápista vagyok, és akár találok Isten szavaiban megnyugvást, akár nem. Legalább összehasonlíthatom a problémáimat Jóbéival. Nevetett. Furcsa módon, tényleg megvigasztalódtam egy kicsit. A mi úrunknak is át kellett esnie a korbácsoláson, és engem legalább nem készültek keresztre feszíteni utána. Másrészt viszont, folytatta gónyosan. A mi úrunknak illetlen ajánlatokat sem kellett hallgatnia a poncius pilátustól. Jamie megtartotta a kis bibliát. Belekotolt a nyerek táskájába, és átnyújtotta nekem, hogy megnézhessem. Egy megviselt, bőrkötésű darab volt, talán tizenkét centi hosszú lehetett, és olyan vékony papírra nyomták, hogy az egyik oldal szövege a túloldalról is átlátszott. Az első lapján az állt, Alexander William Rodrik Megregor, 1733. A tinta halvány és maszatos volt, és a két borító olyan hajlott, mintha a könyv legalább egyszer elázott volna már. Kíváncsian forgattam a kis kötetet. Akármilyen apró volt. Biztosan nem volt könnyű jamie mindig vigyáznia rá az elmúlt négy év utazásai és kalandjai során. Még soha nem láttam, hogy olvasod, nyújtottam vissza. Nem, nem ezért őrizgetem, felelte Jamie. Elrakta és közben megsimogatta a viharvert borítót a hüvelykújjával. Szórakozottan megveregette a nyerek táskáját. Tartozom Alex Megregornak. Egyszer majd kiegyenlítem. Minden esetre tért vissza a történetére. Végül eljött a péntek, és nem tudom, hogy örültem neki, vagy sajnáltam. A várakozás és a félelem majdnem rosszabb volt, mint ami ennek a fájdalmat képzeltem. De amikor eljött, a szokásos módon megmondta a vállát, hogy elrendezze rajta az inget. Nos, láttad a sebb helyeimet. Tudod, milyen volt. Csak mert Dugöl elmondta. Azt mesélte, ott volt. Jamie bólintott. Ó, igen, ott volt. És az apám is, bár ezt akkor nem tudtam. Akkor nem igazán voltam képes figyelni semmire, a saját bajomon kívül. Ó, szólaltam meg lassan. Akkor az apád? Mhm, uh -huh, akkor történt. Páran utólag elmesélték, hogy a felénél azt hitték, hogy meghaltam. Gondolom az apám is. Jimmy habozott, és a hangja reszelőssé vált, amikor folytatta. Amikor elestem, mint dugör mesélte, apám valami halk hangot adott, és a fejéhez emelte a kezét. Majd elvágódott, mint a kő, és nem kelt fel többé. A madarak mozgolódni kezdtek a hangában, trilláztak és csivíteltek a fák még mindig sötét levelei között. Jimmy lehajtotta a fejét, az arca láthatatlan volt. Nem tudtam, hogy meghalt, mondta halkan. Nem szóltak, csak egy hónap múlva, amikor úgy gondolták, már elég erős vagyok ahhoz, hogy kibírjam. Úgyhogy nem én temettem el, ahogy az a fia dolga lett volna. És soha nem láttam a sírját, mert félek hazamenni. Jamie, mondtam Ó, Jamie, drágám! A hosszúnak tűnő csend után megszólaltam De te nem, nem érezheted magad felelősnek Jamie, semmit nem tehettél volna, vagy csinálhattál volna másképp Nem? kérdezte Jamie Nem, talán nem. Bár még mindig elgondolkozom néha azon, mi történik, ha a másik utat választom. De az, hogy ezt tudom, nem változtat azon, ahogy érzek. És úgy érzem, mintha apámat a saját kezemmel öltem volna meg. Jamie. Szólaltam meg ismét, majd tehetetlenül elhallgattam. Jamie egy darabig némán lovagolt, majd felegyenesedett és ismét kihúzta a vállát. Erről még senkinek nem meséltem, mondta hirtelen. De úgy gondoltam, neked tudnod kell. Mármint rendőrre gondolok. Jogod van tudni, mi áll közöttünk. Egy jó ember élete, egy lány becsülete és egy erkölcstelen szenvedély, ami megtalálta az útját a vérben és a rettegésben és döbbentem rá, görcsbe gyomorral. Most még egy dolog a mérlegre került. Most először fogtam fel igazán. Mit érezhetett Jamie, miközben rendőrszobájának az ablakában gugolt, egy üres fegyverrel a kezében. És kezdtem megbocsájtani neki, amit velem tett. Jamie, mintha a gondolataimban olvasna, azt mondta, anélkül, hogy rám nézett volna. Tudod, úgy értem, meg tudod érteni, miért gondoltam úgy, hogy muszáj megverjelek? Én vártam egy pillanatot, mielőtt válaszoltam volna. Valóban megértettem, de nem csak erről volt szó. Megértem, mondtam. És ha ez számít, megbocsájtok. Amit nem tudok megbocsájtani tettem hozzá, akaratlanul is kicsit emeltebb hangon. Az az, hogy élvezted. Jimmy előre hajolt a nyerekben, megragadta a nyereggombot, és hosszasan nevetett. Kiélvezte a feszültség felengedését, mielőtt visszafordult volna felém. Az égbolt már észrevehetően világosabb lett, és jól láttam az arcát, amin kimerültség, feszültség és vidámság tükröződött. Az arcán lévő karmolások feketének tűntek a fél homályban. Élveztem. Sassenach, kapkodta Jamie a levegőt. Fogalmat sincs, hogy mennyire élveztem. Te annyira, Istenem, annyira gyönyörű voltál. Én úgy haragudtam, és te olyan harciasan ellenálltál nagyon nem szívesen bántottalak, ugyanakkor vágytam is rá. Jézusom! Törölte meg az orrát. Igen. Igen, élveztem. De ha már itt tartunk, folytatta, értékelhetnéd a visszafogottságomat. Kezdtem ismét feldühödni. Éreztem, hogy forra az arcom a hűvös, hajnali levegőben. A visszafogottságodat mi? Úgy vettem észre, a jó balkarodat használtad. Majdnem megnyomorítottál, te arrogáns kót szemétláda! Ha meg akartalak volna nyomorítani, azt észrevetted volna Szászenák. Felelte Jamie szárazon. Úgy értem utána. A padlón aludtam, ha nem emlékeznél. Elkeskenyedett szemekkel méregettem, miközben az orromon keresztül vettem a levegőt. Ó, szóval az visszafogottság volt. Nos, nem gondoltam, hogy helyes volna téged meghágni abban az állapotomban, bármennyire is akartam. És nagyon akartam, tette hozzá nevetve. Rettenetesen küzdöttem az ösztöneim ellen. Meghágni? kérdeztem, a kifejezésen fennakadva. A körülményeket tekintve, ezt nem neveztem volna szeretkezésnek vagy te igen. Akárminek is hívod, mondtam rezzenéstelenül. Nagyon jól tetted, hogy nem próbáltad meg, különben most hiányozna pár értékes testrészed. Ez bennem is felmerült. És ha azt hiszed, tapsot érdemelsz csak, mert nem tettél rajtam nemi erőszakot a testit követően. Fuldokoltam az epétől. Nagyjából félmérföldön át csendben lovagoltunk majd Jamie eleresztette egy súhajt. Látom, nem kellett volna belekezdenem ebbe a beszélgetésbe. Csak szerettelek volna megkérni, hogy ha bárgrennánba érünk, hadd aludjak ismét veled egy ágyban. Jimmy szégyenlősen elhallgatott. Na, padlunk, kicsit hideg van. Én jó öt percig lovagoltam tovább, mielőtt válaszoltam volna. Amikor eldöntöttem, mit akarok mondani, meghúztam a kantár szárat, és keresztbe fordultam az úton, hogy Jamie-t is megállásra kényszerítsem. Bargrennan háztetői már odalátszottak a hajnali fényben. A lovamat a másik mellé kényszerítettem. Jamie és köztem nem maradt több harminc centinél. Egy pillanatra a szemébe néztem, mielőtt megszólaltam volna. Megtisztelsz azzal, hogy osztozol az ágyamon, ó, uram és parancsolóm? kérdeztem udvariasan. Jamie láthatóan gyanakodva gondolkozott egy-két másodpercig, majd éppen olyan szertartásosan bólintott. Igen, köszönöm. Már felemelte a kantárt, hogy elinduljon, amikor megállítottam. Csak még egy dolog, uram, mondtam továbbra is illemtudóan. Igen. Kirántottam a kezem a szoknyám rejtett zsebéből, és a hajnali fény szikrákat szórt a Jimmy melkasának fogott pengén. Hogyha? Sziszegtem az összeszorított fogamon át. Még egyszer kezet emelsz rám, Jimmy Fraser. Akkor kivágom a szíved, és megsütöm reggelire. Hosszú csend következett, amit csak a lovak és a lószerszem mozgása és nyikorgása színezett. Majd Jamie tenyérrel felfelé oda nyújtotta a kezét. Azt add ide nekem. Amikor haboztam, türelmetlenül hozzátette. Nem bántalak vele, ad ide. A pengéjénél fogva tartotta a tört, felfelé, és a felkelő nap megcsillant a markolatában lévő holdkövön, ami felragyogott. Feszületként tartva a tört, Jimmy elszavalt valamit keltául. Felismertem a kolumnak tett esküszövegét, de a kedvemért angolul is elismételte. Esküszöm, úrunk, Jézus Krisztus feszületére és a szent vasra, amit fogok, hogy hűbéresed és lojális alatvalód leszek. Ha a kezem lázadva haraggal ellenedelném, ez a szent vas üsse át a szívemet. Ezzel megcsókolta a tört a markolat és a penge találkozásánál, és visszanyújtotta nekem. Nem fenyegetőzöm a levegőbe, szaszenách, emelte meg a fél szemöldökét, és nem dobálózom az eskükkel sem. És most akkor lefeküdhetünk végre.